Jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket! Az egész országot megrázta a bő egy hete kirobbant pedofil ügy, amelyben Novák Katalin köztársasági elnök és Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter is belebukott. Hiába történtek meg azonban a lemondások, még mindig több a megválaszolatlan kérdés, mint a válasz a kegyelmi döntéssel kapcsolatban. A demokratikus koalíció közérdekű adatigénylést nyújt be, és perel, hogy adják ki a kegyelmet előkészítő és minden az üggyel kapcsolatos íratot. Az országnak joga van tudni, hogyan engedhették szabadon a Bicskei Gyermekotthon pedofil igazgatójának bűnsegédjét. Ki kérte a kegyelmet? Ki nyomta át Novák Katalinon és Varga Juditon? Ki mozgatja a szálakat a pedofilok védangyalaként a háttérben, akinek Novák Katalin és Varga Judit beáldozása sem volt drága egy pedofil segítő szabadságáért? Talán egy magasrangú kormánytag? Esetleg maga Orbán Viktor használja pedofilmentésre a közhatalmat? Gondoskodunk róla, hogy ne maradjon ennyiben az ügy, és fény derüljön a teljes igazságra, valamint minden érintett személyre. A hétvégén Magyar Péter, Varga Judit korábbi férje is világossá tette, az igazi felelősök a háttérben bujkálnak, megbújva Novák és Varga háta mögött. A lemondásokkal akarnak pontot tenni az ügy végére, azonban még rengeteg tisztázatlan kérdés maradt. Mi, a demokratikus koalíció pedig nem fogjuk hagyni, hogy válaszok nélkül maradjunk. A demokratikus koalíció tehát közérdekű adatigénylést nyújt be és perel, hogy adják ki a kegyelmet előkészítő és minden az üggyel kapcsolatos íratot. Az országnak joga van tudni, hogyan engedhették szabadon a Bicskei Gyermekotthon pedofil igazgatójának bűnsegédjét. Ki kérte a kegyelmet? Ki nyomta át Novák Katalinon és Varga Juditon? Ki mozgatja a szálakat a pedofilok védangyalaként a háttérben, akinek Novák Katalin és Varga Judit beáldozása sem volt drága egy pedofil segítő szabadságáért? Talán egy magasrangú kormánytag? Esetleg maga Orbán Viktor használja pedofilmentésre a közhatalmat? Gondoskodunk róla, hogy ne maradjon ennyiben az ügy, és fény derüljön a teljes igazságra, valamint minden érintett személyre. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!